Minden évben hagyomány, hogy megrendezésre kerül a verseny, hisz Dombóváron már 48 éven működik az Egyesület. A versenyzők nagy lelkesedéssel vettek részt. A mai napon, itt Mikulás napjához közeledvén egy Mikulás napi karate versenyt rendeztünk. Ez Zsinórban már a 18. Amikor Covid volt, vagy pandémia volt, járvány volt, akkor is megtartottuk, nyilván akkor szűkebb körben. Ma ugye viszonylag normál időszak van, nincsen annyira betegség, járványvész, és ezért ez a nevezők létszámán is jól látható. A versenyen a fiataloktól egészen a legidősebbekig minden korosztály képviseltette magát. Örömmel ideértünk, hogy versenyezzünk, sikerült is jó. Egy néhányan jöttünk, 4-5-en, a meghívásnak eleget. A hatszoros világbajnok Kovács Adriána, a dombovári karatesüli tagja, már 2015 óta karatézik versenyszinten. Az utolsó nagy versenyünk az Athénban volt, világbajnokság, ahol a küzdelmet sikerült megnyernem. Így ez lett a 6. világbajnoki címem. Ezek után voltunk Hevesen magyar bajnokságon, ott formagyakorlatban indultam, és 4. lettem. A legfiatalabb versenyzőt is megkérdeztük, és kiderült, hogy már óvodás korban is van érdeklődés. Mert voltam kajattin, fekvőtámasoztam, felülés, békaügetés, és még simicski vettem. Simicski vettem, meg ott a csatoté mellett. A változatos versenyszámokban minden korosztály lelkesen vett részt.